Kijevben végső búcsút vettek a szerdai Brovári helikopter baleset áldozataitól. A katonai helikopter fedélzetén 9-en tartózkodtak, köztük Denis Monasztirszky belügyminiszter és államtitkára Jeven Janin. A szertartáson részt vett Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök és felesége is. Kijev számára most a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a NATO országok nem járultak hozzá, hogy tankokat küldjenek Ukrajnába. Mihajlo Podolyak, az ukrán elnök főtanácsadója sürgette a szövetségeseket, hogy gondolkodjanak gyorsabban, mivel a tétlenség öl. A Bakhmut városát védő ukrán katonák is nagyon várják a nyugati tankokat. A gyaloság számára motivációt jelent, amikor a tankok közel vannak, a moráljuk magasabb, kevésbé félnek. A leopárdokkal és challengerekkel indulnánk meg, megállíthatatlanok lennénk, állítja Vasszil, egy harcjármű parancsnok. A kelet-ukrajnai harcok várhatóan fokozódnak majd tavasszal.